A hány víz, annyi Liverpool, és most a fehér golyóra, ami az egyetlen üres golyó ugye a biliárdban, a többi a számozott, a fehér golyóra került a szigorú hivatásából megszökött Bradács fej. Bradács csehül szakállast jelent. A szakállas pedig a rakparti kőfalban van befalazva évszázadok óta, és egy vízállási jelző archetipus, ugyanis amikor a Moldva vízállása elérte a kis kőfej szakállát, akkor tudták az óvárosiak, hogy hát gyorsan menekülni kell az árvíz elől, magasabb helyre kell húzódni. Ez a kőfej a Károly híd közelében található. Ha jól tudom, akkor a 11. században épült Judit hídnak az egyik építőköve volt, és a közelében több helyen láthatóak ilyen korabeli bevésések, jelek, jelzések, amik mutatták, hogy mi volt a vízszint. Akkor, amikor egyszer csak megállító élethelyzeteket parancsolt a víz. Az első kiinduló pont az az, hogy a Liszt Intézet 70 éves, 1953-ban alakult, elsősorban azért, hogy bemutassa, hogy a magyar kultúra az nem csak a gulyás, a pörkölt és a paprikának a hazája, hanem igenis nagyon, és még a csárdás tartozott ehhez hozzá, hanem elsősorban az a cél, hogy bemutassa azokat a kulturális kortárs törekvéseket, amelyeket azóta is szépen képvisel ez az intézet. Ez a 70 év, ez nyilván alkalmat ad arra, hogy nagyobb szabású projektekben gondolkozzunk, és hogy miért Szentendre, arra meg nagyon egyszerű a válasz, teljesen személyes okok vezéreltek erre. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy ami én most vagyok, és ahol én most állok, az éppen annak köszönhető, hogy Szentendrén dolgoztam, a Szentendrei Múzeumokban, a szentendrei képzőművészeket ismertem meg, és abban a közegben töltöttem el több mint 15 évet. Tehát mindez befolyásolta azt, hogy én most szeretném megmutatni Szentendre kortárs képzőművészetét itt Prágában, akár kisebb, akár nagyobb projekt keretén belül. De a dupla eseményre, hogyha így mondhatom, két szentendrei képzőművészt hívtam meg. Az egyik Farkas Zsófi szobrászművész, a másik pedig Vince Otto képzőművész, aki elsősorban az installációiról híres, és ide pedig a Liverpoolt hozta el Prágába. A legkedvesebb anyag egyértelműen az üveg, számomra mindig is az volt. Dacára annak, hogy most már körülbelül 25 éve foglalkozom szobrászattal, és csak az elmúlt két évben készítettem üvegszobrokat. Nekem ez egy fiatalkori nagy álmom volt, más anyagokkal dolgoztam évtizedeken keresztül, különböző műanyagokkal, alumíniummal, bronzzal, tehát fémekkel dolgoztam, és végül aztán 3 évvel ezelőtt jött el az ideje annak, hogy ezt a régi álmomat én beteljesítsem, és ehhez nagyon nagy segítségemre volt a Magyarországon, ott Somogy megyében Bárdudvarnok nevű kis faluban működő üvegművészeti alkotótelep, ahová én elkerültem, és ott kezdtem el foglalkozni ezzel az üveg szobrászattal tulajdonképpen. Ez a technológia, amivel én az üvegszobraimat készítem, ez nem annyira ismert, tehát nem üveghutában készülő szobrok, hanem villanykemencében olvasztással történik az elkészítésük, és ez a műfaj tulajdonképpen, maga az üvegszobrászat, ez gyakorlatilag egy 50-60 éves múltra tekint vissza, ez nem egy túl régi műfaj, és a gyökerei itt vannak, ahol most vagyunk, Csehországban, vagy hát az akkori Csehszlovákiára vezethetők vissza. Itt ezen a környéken, nem messze tőlünk, ahol most vagyunk, vannak üveggyárak. Még egy-két működő üveggyár van Európában, itt Csehországban tulajdonképpen, és onnan vásárolom az alapanyagot ezekhez a művekhez, amelyek itt elkészülnek. Az én számomra ez igazából olyan egyfajta éteri közeget teremt, olyan, mintha egy kicsit kapcsolatba tudnám hozni a világ mindenséggel, a világűrrel, csillagokkal, naprendszerekkel, bolygókkal, úgyhogy talán erre utal ez a cím is, hogy fényévek, illetve tulajdonképpen amióta üvegszobrokat készítek, azóta fényévekbe számol az éveket, hogyha úgy tetszik, viccesen. Ez valaminek a kezdete, hiszen elhatározásom, hogy minden évben
hozok Szentendrei képzőművészetet ide, vagy gyűjteményes formában, vagy önálló kiállításokként, de feltett szándékom, hogy évről évre megjelenik itt a Szentendrei képzőművészet. És nem is biztos, hogy csak a falakon belül, igazán törekedni fogok arra, hogy galériákba vagy akár múzeumokba is kikerüljenek ezek a művek. Elképzeltem azt, hogy a Bradásnak a szelleme messze csak megszökik a szigorú posztjából, és ott hagyja ezt a befalazottságot, és kiköt a fehér bójának a falán, vagy a fehér golyón, ami ugye mindig felül kell, hogy maradjon. Kevesen tudnak elhaladni mellett úgy, hogy ne ütközzenek neki, valószínűleg nem véletlenül, de ez benne van a játékban. Végül is ez nagyon jó, hogy ennyire aktívan viszonyulnak az emberek a látványhoz. Na, hány helyszín, annyiféle vízviszony, annyiféle befogadó, változó városképi elem, változó környezet. Itt is más a víz. Az jó, hogy csöndes, nincs olyan intenzív sodrása, mint a Dunának, de ennek is van azért, itt is van azért nehézsége. Más a vízmélység. Nem volt egyszerű különben beszerezni az engedélyeket sem, de ez mondjuk legyen egy műhelytitok, amit most publikussá teszünk. És hát más, nem tó, azért nem álló víz, de azért itt hát illik tiszteletbe tartani a víznek a meg annyi paraméterét, tulajdonságát, és úgy neki fogni a munkához. Hát erre föl kellett készülni, és hát voltak azért itt is meglepetések, ami egy kicsit másképp működött, mint a korábbi helyszíneken. Azt gondolná az ember, hogy egyszerű, de hát azért vannak benne kihívások. De én szeretem ezt a vízi közeget, meg látni azt, hogy bátran veszik az emberek használatba, nem kikerülik, hanem valahogy oda vonza őket. Hát reméljük, hogy a Marson lesz víz, mert azért elég komoly kutatások folynak, és az is sokba kerül, és ha lesz, akkor ott keresünk egy szponzort. És esetleg oda is lehet Riverpool telepíteni, de hát először víz kell.